Hát sziasztok srácok, én XP-ök is elérkeztünk egy újabb videóhoz, amelyben ma nem más fogunk csinálni, mint itt gravitizni a Hive MC szerverén. Szóval nem is húznám tovább a szót, lépünk is be egy arénába srácok. Biztosan csodálkoztak, hogy nincs most shader pack, ugye mondtam, hogy gravityben nem igazán jó, ezért igazából most kivettem, de remélem úgy, hogy nem olyan nagy probléma. Na, joinulunk is be egy partiba, és igazából srácok, már most a videó elején elmondanám, hogy ha szeretitek a gravityt, akkor már most nyomjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, és ne felejtsétek el megnyomni a csengőt, ugyanis ezzel nagyon sokat tudtok engem támogatni, illetve ha szeretitek napi szinten élőadásokat látni, akkor mindenféleképpen kövessetek be Twitch-en, 6 órától általában mindig ott van élőadás, link természetesen a leírásban. És igazából azt nézem, hogy milyen pályák vannak. Van egy ilyen, hogy nehéz, közepes, nehéz. Én erre szavazok, remélem, hogy ez meg lesz szavazva. Igen, úgy látszik, hogy az igen, két szavazat is érkezett rá, ami nagyon-nagyon jó. Szóval szerintem igazából az lesz megszavazva, de majd meglátjuk. Még jó kevesen vagyunk, de szerencsére csatlakoznak már jó sokan hozzánk, ami tök jó. És akkor igazából szerintem mindjárt kezdődik is a meccs. Na is, srácok, már 10 másodperc, szóval kezdődik is a menet, szóval igazából 5, 4, 3, 2, 1, és kezdődik is. És igen, srácok, az a pálya lett megszavazva, amire én is szavaztam, ami szerintem nagyon-nagyon jó, szóval ennek tökre örülök igazából. És mindjárt kezdődik is a meccs, ahogy elnézem, ami tök jó. Ez hogy is erre kell ugrani, azt hiszem, igen. De meg nem mondom, ez de rég volt az a pálya, ez nagyon rég volt már videóban. Meg amúgy én azt tudom nagyon gravitizni így külön, de régen volt ez a pálya, emlékszem. Ez amúgy nehéz pálya tényleg, aki nem tudja, hogy kell kivinni, de az én már tudjuk. Wow, oké, ez elég furcsa volt. Ez egy elég bonyolult, mert nem bonyolult pálya, nem úgy mondom, hanem hogy ilyen furcsa van felépítve, na mindegy. Nézzük, igen. Jó, az egyértelműen sikerült. Viszont valaki már a harmadik stage-et is kivitte, mint nem igazán jó nekünk, de nem baj. Majd most szépen megcsináljuk. Már valaki a negyedik stage-et is kivitte, és nem, még nem értek be, szerencsére. Hát nem tudom, hogy lesz első hely, de top 3 a minimum. Top 3-at meg kell szereznünk, értetek srácok? Top 3 a minimum, amit el kell érnünk. Viszont még mindig nincs meg az első helyezés. Nem baj, nem gondolkozunk az első helyezésen, hanem inkább törekszünk, hogy minél tovább jussunk. Ez úgyis könnyű pálya volt. Srácok, 5. stage-on nem akarok és pont beért valaki. Nem baj, második helyet megcélozzuk. De hát már mi van? Ugyanaz az ember érni, nem, egyiknek 6-os, más 9-es van a nevén, hát ez mondjuk elég furcsa. Na mindegy, akkor harmadik hely, és ő lesz, akkor én megölöm magam, de nem baj. Jó. Oké, ott a teleport, és harmadik helynek már nem ő ér be, egy harmadik akunttal, hanem én, aminek nagyon örülök. És igazából srácok, akkor nem is húzatába szót, menjünk is akkor még egyet. Nem is tudom, ez elég jól sikerült, a harmadik hely. Most minimum második hely, de az első hely lenne ugyebár a legjobb. De majd meglátjuk, hogy ebből mi fog kisülni, amúgy itt fel lehet ugrani, vajon nem lehet, na mindegy. Jó, milyen pályaválasztások vannak? Megint olyan van, hogy közepes, nehéz. Én erre szavazok logikusan, és majd meglátjuk, hogy ebből megint mi fog kisülni. Ne kérdezzétek, miért volt teljes képernyőbe rakva Minecraft, szerintem senki nem játsz a teljes képernyőbe, de remélem így már. Ti is láttok valamit a gameplayből. Na de srácok, mindjárt kezdjék a menet, de még először megkérlek még egyszer titeket, hogyha tetszik a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzok fel és ne felejtsétek el megnyomni a csengőt, ugye, és ez nekem nagyon-nagyon sokat számít, illetve mondom, Twitch-en kövessetek be, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, szóval wow, ez valami nagyon híres ember lehet, neki rúzsaszín a neve. Wow, mondjuk a skin elég gáz, de hát ez kit érdekel. Azért, hogy a neve rózsaszín, gondolom vagy túl sok pénze van, vagy valami híres ember, ezt a két kombinációt tudom elképzelni. Na viszont srácok, akkor ugye, egy olyan map lett megszavazva, hogy közepes, könnyű. Na, akkor nézzük, hogy ebből mit tudunk alkotni. Hát mondjuk ez annyira nem bonyolul, de... Azt a rohottat, hogy mentem át, nagyon az elég furcsa volt. Igen, itt van egy jump, ezért ez elég érdekes jump, de ki lehet vinni. Jó, jön és a következő, megint egy közepes. Ez. Oké, gyönyörű. Érdemes kimenni a szélére inkább, azon gond... Ne!
Ez egy csapda volt! Ez egy csapda volt, átvert engem a játék, ott a szélén nem lehet kivenni. Ez elég érdekes, a beszélgem úgy nem láttam. De mindegy, ön is a következő, egy újabb közepes pálya. Ezzel azért elég sok időt veszítettem szerintem, de semmi probléma. Ugyanis itt is vagyunk rögtön, nagyon jók vagyunk. Már valaki a negyedik stage-et is kivitte, ami azt jelenti, hogy valószínűleg ő lesz az első helyezés. Így is van. Hát az a rózsaszín nevű voltak, az lehet, hogy csak nagyon profi a játékban, vagy nem tudom. Ne. Oké. Nagyon jó, második hely kell a második hely, de úgyis be fognak érni, mert valaki megint kivitt a 4-es stage-et. Jó, hol van, oké. És kivitték, hát akkor megint harmadikok leszünk, újból. Nem, mert ezt tudom kivinni, mert ilyen gyökér vagyok, de nem baj. Ja, igen, ez így kell, értem, I see. Nagyon jó, egy újabb harmadik helyet zsebelünk be. Hát ez nem túl jó, nem baj, a következő az garantáltan, szerintem most már benne kell lennünk a top 2-be minimum. Nem is húzzál már tovább a szót, lépjünk is be egy arénába. Miért léptünk ki az egészből amúgy, de nem értem, hogy ez miért van így, de nem baj. Szépen belépünk gyorsan. Nézzük, hogy mennyit kell várni. Jó, nem kell sokat várni. Nézzük akkor, hogy milyen pályák vannak. Van egy olyan, hogy nehéz, közepes, nehéz. Ezzel már harmadszor találkozunk ebben a videóban, viszont tök jó igazából. Szóval én erre szavaztam most. No és srácok, kezdődik is, és igazából az lett megszavazva, amire én is szavaztam, tök jó. És most már akkor mondom, a cél a második, de inkább az első hely. Megint ezzel a pályával kezdünk, ne állj belém, nem fog látni semmit. Jó, oké. És elrontom, hát nagyon jó volt XP, nagyon jó vagy, csak így tovább, nem baj, most sikerült szépen. Hát nem baj, hibázni emberi dolog, nagyon jók voltunk azért. Ez egy könnyű pálya volt. Itt amúgy a teleport kaput elég néz megtalálni, hogyha rosszul esel, de most nekünk könnyű volt. Úristen, ezt de szeretem. De jól néz ki, srácok, nem hiszem el, nagyon jól néz ki ez a pálya. Ez igazából tök könnyű, de azért, na srácok, majd őszintén itt a kinézetre adtak szerintem a tervezők, nem pedig arra, hogy nehéz legyen. Viszont srácok, lehet, hogy akár egy első helyezést is be tudunk zsebelni, ha bár ez a fekete skines csáva, ez nagyon hajt rá, nem baj. És lehet, hogy a mohóságon fog a sírba vinni, így igaz. Mindegy, ő is elrontotta, és megint elrontotta. Itt az esélyünk, ne! Nagyon jó! Húszál már le, hogy lett egy gyökér a karakterem. Srácok, első helyezés, nagyon jók voltunk. Wow, úristen srácok, hol vagyunk, te jó ég, megint bekerültünk egy másik világba, már annyira megszoktam ezt a teleportálást, hogy igazából meg se lep. No de, hol vagyunk most, mit kéne keresnünk? Hát nem nagyon tudom, hogy itt mik vannak. Vannak ilyen állatok, de máshol nincs nagyon más, ahogy elnéztem, na mindegy. Menjünk arra szerintem. Ott van egy, úgy látszik egy tenger, vagy nem tudom mi. Nézzük meg, hogy ott igazából mit találunk. Az micsoda, srácok? Az micsoda, te jó ég. Ezt meg kell nézem. Az... Srácok, azt jól látom. Azt ti is látjátok, amit én látok, az micsoda? Jó ég, ember, az micsoda? Na ne. Ezt nem hiszem, ezt meg kell néznem közelebbről. Hát ezt egyszerűen nem tudom elképzelni, srácok, hogy ez mi? Ez tényleg egy színváltós bárány? Egy színváltós bárány? Rohadt, srácok, ezt nem hiszem el. Ezt meg kell néznünk közelebbről. Ezt le is rombolom, vagy ezt a karámot, vagy nem tudom. Nem tudom, ki akar bezárni egy ilyen állatot. Jeb. Ez a neve, hogy Jeb. Srácok, hát nem hiszem el, hogy ez egy sima Gravity videónak indul, de találtunk egy színváltós bárányt. Hát srácok, ezt nem hiszem el. Jó, hát elég aranyos, de nem tudom, hogy most mi legyen vele. Jó, srácok, figyeljetek, ha erre a videóra összejön az 1000 like, akkor megöljük a bárányt, és megnézzük, hogy mit dob ki, vagy mit dob. És akkor, ha pedig nem jön össze, akkor pedig arra szavaztatok, úgymond, hogy ne öljük meg, mert olyan aranyos. Szóval igazából, srácok, én itt Jebbel el is köszönnék. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, akkor nyomjatok egy like-ot, illetve iratkozzatok fel, és ne felejtsétek el megnyomni a csengőt, és a következő videóban találkozunk. Én XP voltam. Sziasztok!